Kezdődik a hatósági áras tűzifa megvásárlását célzó program. Az erdőgazdaságoknál már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal, közölte az Agrárminisztérium. Nagy István Agrárminiszter szerint a döntéssel a lakosság maximált áron juthat tűzifához, amivel sok család a gázfűtést is kiválthatja. Az állami erdőgazdaságoknál megtermett tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján. Telefonon, e-mailben és személyesen is jelenkezhetünk a farendelés igényünkkel. A befizető helyeken kártyával, készpénzzel, csekken is befizethetjük az egységes maximált árat. Fontos, hogy a program keretében vásárolt tüzifát kizárólag az állami erdőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetjük át. Ne feledjük, hogy a tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza. Az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia. A megrendelt tűzifa mennyiség készleteivel rendelkező erdőgazdaságok egyúttal az átadást is megkezdik. A programban hengeres, kemény lombos, lombos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolható, az egyes állami erdőgazdaságoknál adott területre jellemző faj összetétel szerint. A kemény lombos fajták 30 ezer, míg a lágy lombos és fenyő fa alapanyagok 19-19 ezer forintért vásárolhatók. A fűtési időszakra elegendő tűzifa mennyiség áll az ország rendelkezésére. Az őszi termelés a tervek szerint halad, amelynek tűzifa részét az erdészetek a belföldi piacon értékesítik, fogalmazott Nagy István.